Szent Lukács könyvéből. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója Galileának, Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére Fülöp meg Itúreának és Trachonitis tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kajafás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. És ő bejárt a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Izaiás proféta beszédeinek könyvében. A pusztában kiáltónak ez a szava: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, a völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe legyen, egyenes, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása. Kedves testvérek, többször beszéltünk már arról, hogy a Szentírásban nincs semmi fölösleges. Nincs semmi olyan, aminek ne lenne a hitünkhöz így vagy úgy köze. De a Szentírás nem csak a Szentlélek által sugalmazott írás, hanem azt mondja a katekizmus, hogy a Szentlélek és az ember közös műve, emberi mű is. Itt tehát a különböző íróknak, különböző szerzőknek az egyénisége, személyisége, kulturáltsága, világlátásmódja, nyelvhasználata, stb. Rányomja a bélyegét a Szentírás szövegeire is. Szent Lukács, akitől ezt a most evangéliumi szakaszt hallottuk, elsősorban görög volt, másodszorban orvos. Harmadsorban nem volt a szemtanúk sorában, hanem ő utóbb csatlakozott, Pál tanítványa volt, vele járt több missziós úton, és így aztán annak a bizonyos Teofilnak, akinek egy előkelő úr, akinek címzi az evangéliumot és az apostolok cselekedete is, tudnélik, annak is ő a szerzője, úgy kezdi, hogy miután mindent alaposan végigjártam, és mindennek utána jártam, hogy igazak-e azok a beszédek, ó kegyes Teofil, amelyet eddig hallani méltóztattál, nos hát lásd meg az én változatomat, az én verziómat is. És ebből adódunk, hogy Lukács orvos és görög, először is alapos, mint minden orvos. Ha egy orvos nem alapos, akkor nincs a helyzete magaslatán. Mert hogy ahhoz, hogy eltaláljuk a páciensnek a baját, ahhoz először is anamnézisre van szükség, föl kell tárni a betegség okát, másodszor is egy pontos diagnózisra van szükség, amihez pedig vizsgálatokat kell végezni. Ezek elmaradása esetén valószínű, hogy félrekezelik a pácienst, és az állapota nem, hogy gyógyulna, hanem esetleg még egyre rosszabb lesz. Mert Lukács orvos pontos és precíz, ezért mindennek utána jár a múltban, és ennek a jele az a rengeteg adat, amivel segít bennünket rögtön az evangélium elején tájékozódni. Mert hogy ezek az adatok egyrészt hitelessé teszik Lukács művét, másrészt elhitetik a bizonyos Teofillal, a könyv címzetjével, hogy valódi, utána járt, leellenőrzött adatokra, leellenőrzött tényekre alapszik az igehirdetés. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében járunk, tehát mondja Lukács, és még azt is meghatározza, hogy a helytartó Júdeában Poncius Pilátus volt, Heródes volt Galileának, Fülöp Itúreának és Trachonitisnek, Lizániás pedig Abilinának a negyedes fejedelme. Minden adatot közöl, a helyszínt is és az időpontot is, az ókori ember az egyes uralkodók uralkodásának kezdetétől számította az időt, mint ahogy ma a pápai bullát, amit felolvastak, Ferenc pápa, pápaságom 6. évében. Ez volt a dátum. Tehát nem 2018,
hanem az uralkodó szolgálati évének száma szerinti dátumhoz kötötték az egyes eseményeket, mert hogy minden egyes uralkodóval egy új korszak, egy új uralmi rendszer, egy új idézőjel időszámítás vette kezdetét. És ez ebben az esetben valóban így volt, hiszen Tiberius császár csak e világi értelemben uralta a világot, az ő uralkodása alatt valóban az időszámításunk kezdete egy új időszámítás, Krisztus messiás érkezése, az ő földi születése esett. És ez mindent megváltoztatott, ezzel egy új időszámítási rend, tudnélik az üdvösség rendje vette kezdetét. De hát minden történésnek megvannak az előzményei, úgy pikpak, hip-hop, semmiből semmi nem történik, mindennek megvan a szellem történeti előzménye, mint ahogy megvannak a következmények is. Jézus föllépésének szellem történeti előzménye a proféták tanítása, és egész konkrétan Keresztelő János. Lukács idézi is Keresztelő Jánost, de egész pontosan nem Keresztelő János szavait, hanem Izaiás proféta kijelentéseit János szájába adva. Azaz János maga magát azonosítja Izaiás proféciájának azzal a passzusával, hogy ő lenne a pusztában kiáltónak a szava. Ő lenne az a szó, amelyik megelőzi, közvetlen előzménye a Krisztus föllépésének, ő lenne az a szó, amelyik arra buzdít, amelyik magatartás mintákat és viselkedési normákat ad. Hegyeket, halmokat hordjátok el, völgyeket töltsétek föl, görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá. És mindez azért, hogy minden ember meglássa Isten üdvösségét. Minden ember meglássa az Isten üdvösségét. Kedveseim, akkor, amikor az ókorban egy fejedelem, egy király, egy magasrangú személyiség utazott, akkor valóban elhordták a halmokat és feltöltötték a völgyeket, hidakat építettek, hogy kényelmesen tudjon utazni. Ma ugyanezt helyettesítik a piros szőnyegek, amikor valaki egy magasrangú követ, vagy magasrangú államfő, miniszterelnök egy adott országba érkezik, kötelezően gurítják számára a piros szőnyeget. És ma ugyanezt helyettesíti Hollywoodban a piros szőnyeg, the red carpet, ahol a sztárok vonulnak végig, hogy átvegyék az Oscar-díj gálának kitüntetést. Ez a piros szőnyeg ennek a spirituális továbbképzett változata, hogy mindent elfedünk, mindent eltakarunk, mindent ezzel a vastag piros anyaggal fedünk, hogy kényelmes legyen tudnélik az arra lépkedőnek, az azon lépkedőnek az útja, hogy véletlen se botoljon meg, és ami esetlegesen van valami kitüremkedés, vagy valami bemélyedés az aszfaltban, vagy az úton, a piros szőnyeg vastagsága azt kompenzálja. Ma is él tehát ez a szokás, ma is él tehát ez a hagyomány, hogy az utakat el kell planírozni, az utakat egyenessé kell tenni, halmokat elhordani, és a mélyedéseket feltölteni. De van még valami nagyon fontos, amit Lukács hozzátesz. Mindezt azért, mert minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Hogy van ez? Minden ember meglátja az Isten üdvösségét pusztán attól, hogy utat készítünk? Pusztán attól, hogy a halmokat elhordjuk és a völgyeket feltöltjük? Pusztán attól, hogy a görbe út egyenessé válik, már jogosultságot nyerünk arra, hogy meglássuk Isten üdvösségét? Hogy van ez? Mert hogy szó szerint ez áll itt. Hogy kell ezt érteni? Kedveseim, ennek van egy spirituális értelmezése is. Isten, aki a maximális üdvösség, aki mindent magába foglal, csak korrekt módon ismerhető meg, és csak korrekt szituációkban van jelen.
Akkor, amikor te utat készítesz a lelkedben felé, amikor elhordod a bűneid szennyét, és feltöltöd az egyenetlenséget, a viszálynak a mélyföldjeit, és feltöltöd a családi konfliktusok szakadékait, és hidat ácsolsz, és békességet nyújtasz, békejobbot, akkor ez a folyamat már magában a korrektséget jelenti. Újra mondom, mert fontos. Azáltal valósul meg ez az ígéret, hogy teszed. Teszed a békekeresést, teszed a konfliktuskerülést, teszed a kiengesztelődést és a kibékülést, és ez a folyamat már magába véve is Isten üdvrendjében benne van. Isten üdvrendjében ennek helye van. Isten úgy alkotta meg a te személyes üdvrendedet, hogy azzal a bizonyos személlyel ki tudj engesztelődni, ki tudj békülni ebben az időszakban, erre rendelte ezt az üdvös adventet. Nem tudom, értitek-e. Ha igen vagy nem. Amen, ezt akartam mondani.